Vigyázni kell, hogy ne essünk összeesküvés elméleteknek a csapdájába. Egy dolog biztos, Kína nyer. Amerika nem veszít, Európa pedig szenved. Akik nagyon sok pénzt keresnek, azok az energiacégek és bizonyos üzletemberek. Itt Soros György típus üzletemberekre kell gondolni, akik egész egyszerűen a háború föntartása mellett érvelnek, mozgósítják a hálózatukat, az általuk fizetett újságírók, elemzők mind a háború folytatása mellett, annak az igazságossága mellett érvelnek, volt valójában a Soros György félék nem mások, mint egyszerű háborús uszítók. Tehát szerintem a háború meghosszabbítása mögötti érdekeket valahol az üzletemberek és a háborús uszítók házatáján kell keresni. Az biztos, hogy ami történik, az Európának katasztrófa, és Magyarországnak is rendkívül fájdalmas. Azon dolgozunk éjjel-nappal, hogy egy szerencsétlen európai általános helyzetből, illetve a helyzet romlásából hogyan tudunk kimaradni, illetve hogy találunk egy olyan ösvényt, amelyen haladva Magyarországot a háború negatív következményei kevésbé sújtják.